Kortárs német drámaíró darabját mutatja be a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház. A Közel sincs már-e vadság Erdeinyben című darab magyar nyelvű ősbemutatójára holnap kerül sor. A darab szerzője Terézia Walser, német kortárs írónő. A magyar nyelvű ősbemutató Parti Nagy Lajos fordításában került színpadra. Az eredeti mű elsősorban a német közönséget szólítja meg, ezért az alkotók megpróbálták megtalálni benne az erdélyi nézőknek is szóló elemeket. Ez az eredeti szöveg szerint Németországban bemutatásra került darab a német kortárs múltfeldolgozással és a háborúval való szembenézéssel foglalkozik. Ezzel szemben mi megpróbáltuk valahogy helyiesíteni, egy kicsit a helyi viszonyokhoz adaptálni ezt a szöveget. A mű mondani valója roppant szórakoztató és komikus sík alá van rejtve, mondta el Botos Bálint, a darab rendezője. Így a nézők miközben remekül szórakoznak, a sorok között fedezhetik fel az ideológiai mondani valót. Én általában abban hiszek, hogy talán kevésbé mondani kell a nézőnek, mint kérdéseket feltenni, és azt gondolom, hogy a darabnak releváns kérdései vannak. Nem csak a Gyergyószentmiklós, hanem azt gondolom, hogy bármilyen romániai, magyar, román, bármilyen nemzetiségű nézőnek, mert vannak olyan hasonlóságok a mi múltunkban, közelmúltunkban és a darab által tárgyalt kérdésekben, amelyek azt gondolom a mai napig érintik az életünket. A Közel sincs már-e vadság Erdeinkben ősbemutatója pénteken este kerül színpadra, de a nézők vasárnap is megtekinthetik, majd legközelebb november 27-én tűzik ismét műsorra.